éves terv eredménye nyomán rohamosan fejlődő iparunk egyre nagyobb bőségben adja termékeit. A tervgazdálkodás révén felvirágzott mezőgazdaságunk árubősége is gyors és pontos szállítást követel, egyre fokozódó igényeket támaszt a vasúttal szemben. Minden rendelkezésünkre álló lehetőséget igénybe kell tehát vennünk, hogy feladatainknak teljes mértékben megfelelhessünk. Ennek érdekében vettük át a szovjet vasutaktól a 2000 tonnás és az 500 kilométeres mozgalmat. Ezek a mozgalmak mozdonyaink ácsorgás nélküli, tökéletes gazdaságos kihasználását teszik lehetővé, amelyek a vontatási dolgozóktól céltudatos erőfeszítést, a forgalmi, a kereskedelmi és a pályafenntartási dolgozókkal való jó együttműködést követel. Az ácsorgásmentes közlekedéshez a felemelt sebességű irányvonatok képzése mellett az úgynevezett zöld út biztosítása is szükséges. Ehhez azonban minőségi munkával készült, kifogástalanul karbantartott, üzembiztos gőzmozdonyokra van szükség. Erről elsősorban a fűtőházak gondoskodnak. A mozdony személyzete józan fővel, pihent testtel, nyugodt idegekkel jelentkezzen szolgálatra a mozdony felvigyázónál, akitől megkapja a mozdony menetigazolványt. Személyzet átveti a mozdonyt az előfűtőtől. Aláír. Elvégzi a szabályszerű mozdonyvizsgálatot. A mozdonyvezető gondosan, részletesen átvizsgálja a mozdony gépezetét, futóművét és a keretet. Ellenőrzi, hogy az érkezés után igényelt javításokat megfelelően elvégezték-e. Például a megszabályozott hajtórúdás játékát túlságosan nagynak találja, ezért az éket utána húzza. Thank you.
hajtórúdágyon kívül különös gondot fordít a keresztfej és a csatlórúdágy húzó ékekre, a hordrugókra, a rögzítő csavarokra és a sastegekre is. A mozdony teljes részletes átvizsgálásának a mozdony összes alkatrészeire ki kell terjednie. Vizsgálat után a mozdonyvezető és az ő ellenőrzése mellett a fűtő szükség szerint utána töltik olajjal a kenőberendezést. A fűtőház területén a mozdony legfeljebb 5 kilométeres sebességgel közlekedhet. A fűtőház területéről a mozdony az állomás területére csak a kijelölt állomási szolgálati helyen kapott engedéllyel járhat. Az állomásra csak gépkísérővel járhat ki a mozdony. Vonatrajárás közben nagy töltést, kis szabályozó nyílást kell alkalmazni. A hengercsapokat rendszerint nyitott állapotban kell tartani, és a mozdony összes mozgó alkatrészeinek helyes működését gondosan meg kell figyelni. Mozdonnyal óvatosan, nagyobb ütközés nélkül kell a vonatra járni. A vezetőnek a szabályszerű összekapcsolásról meg kell győződnie. A kiinduló állomáson teljes, olyan állomáson, ahol a vonal szerelvényét vagy a légtömlőjét megbontják, rövidített fékpróbát kell tartani. Ez csak akkor maradhat el, ha a vonat végéről légfékes kocsikat akasztottak le. Megvizsgálják a kocsik egyenletes befékezését. Rendellenesen működő fékberendezést, amennyiben megjavítani nem tudják, kiiktatják.
fék feloldása előtt rövid gyors féket kell alkalmazni. Meggyőződnek a kocsik fékjeinek feloldásáról. Kézi fékezésű vonatoknál a fékezők kötelesek a számukra kijelölt kocsik fékberendezését ellenőrizni is. A fékezésre csak jól működő féket szabad figyelembe venni. Indításnál a kormány emeltyűt a menetiránynak megfelelő szélső állásba kell tenni. Azután a vízütés elkerülése véget, a hengercsapokat ki kell nyitni. A helytelen indítástól erősen megrázkódik a motor. Megköszörülnek a kerekek. Kikagylósodik a sín. Sőt, a helytelen indítás miatt el is takadhat a vonat, és kár eshet a rakományban. Így kell indítani. Mozdony személyzetének állandóan figyelnie kell a pályát, az útátjárókat, jelzéseket, a figyelmeztető jeleket és időnként a vonatot, amellett, hogy gondoskodnia kell a kazán biztonságáról. A vastag rétegben bedobott szél tökéletlenül ég el. A mozdony erősen füstöl. Csökken a mozdony teljesítménye. A szén nagy mértékben pazarlódik. A helytelen tüzelés következtében a tűzcsőfalban a csővégek megfolyósodhatnak. A helytelen tüzelés idő előtt kimeríti a fűtőt. Tüzet csak szükség szerint szabad szítóvassal kezelni, mert különben a szén összesülését okozhatja. Ha ellenben szakszerűen a tüzelőajtó rövid ideig való megnyitásával egylapátos módszerrel tüzelünk, a munka eredményesebb, könnyebb és a szénfogyasztás kisebb lesz. Ez egyik legfontosabb feltétele a széncsata sikerének a vasútnál. Egyenletes indításnál nem kisebb jelentőségű a helyes fékezés. Fékezés hasonlóan az indításhoz, az egész vonatot, ennek teljes vonószerkezetét, ütközőjét, alvázát és kocsiszekrényét igénybe veti. Minél hosszabb a vonat, annál óvatosabban kell fékezni, illetőleg feloldani. Szolgálattevő írásban és szóban közli a mozdonyvezetővel, hogy a következő állomáson foglalt vágányra jár be. A
mozdonyvezető a rendelkezést a fűtővel közölni köteles. Elfoglalt vágányra járó vonat csak olyan sebességgel haladhat be, hogy a vágányon álló jármű előtt okvetlenül meg tudjon állni. Megállás után az időhöz mérten a mozdonyvezető nem mulasztja el a mozdony megvizsgálását és utánkenését. Miután a vágány szabad lett, a vonat folytatja útját. Víz a kazánban a megengedett legalacsonyabb vízállás alá süllyed, tűzszekrény kilágyulás és óriási kárral és életveszéllyel járó kazánrobbanás keletkezhet, ami bűnvádi eljárást is von maga után. Kellő időben kell tehát gondoskodni arról, hogy a kazánban a lejtviszonyoknak megfelelő magasságú víz minden körülmények között meglegyen. Korompó nélküli útátjárók előtt elhelyezett síposzlopoknál okvetlenül figyelj jelzést kell adni. A vízállomáson a vízkészletet szükség szerint ki kell egészíteni. Tűztisztítás előtt kissé meg kell nyitni a segédfúvót, a légcsappantyút be kell zárni, a hamuládába be kell locsolni, és a salakréteg levékonyítását olyan gyorsan kell elvégezni, hogy a nyitott tűzszekrény ajtón minél kevesebb hideg levegő áramolhasson be a tűzszekrénybe. Ez alatt a mozdonyvezető a mozdonyt körülvizsgálja. Széntakarékosság érdekében ügyelni kell arra, hogy az eleven tűzrétek félredobása után a nyitott bukórostélyon keresztül csak teljesen kiégett salak kerüljön a hamuládába. Az eleven tűzréteg elterítése után friss szénnel kell beteríteni a tűz területét. A hamuládába letort, izzós alakot bőséges vízsugárral el kell oltani, és csak azután szabad leengedni. Tűzkezelési állomásokon a szenet előre kell dobatni, és szükség szerint meglocsolni. Jól megigazított tűzzel, kellő gőznyomással, kiegészített vízkészlettel folytatja útját a mozdony. A hamuláda fenék csapmantyúját jól el kell zárni, nehogy az égős alap kihújjon, mert akkor meggyújtja a talpákat.
Ezzel balesetet és népgazdaságunknak komoly károkat okozott. Felszabadulás előtt a mozdonyok tartózkodási ideje a fordulóállomásokon 8-10 óráig is eltartott. A Szovjetuniótól átvett munkamódszerek és tapasztalatok alapján ma már a tartózkodási idő útszolván a gépvizsgálatra, a szénkészlet kiegészítésére és a víz utánvételezésére korlátozott. A gépek jobb kihasználását célzó mozgalmak eredményeképpen a mozdonyok forduló állomásoktól a legrövidebb időn belül folytathatják útjukat. Legjelentősebb stahanovista mozgalmaink, a 2000 tonnás és az 500 kilométeres mozgalmak lehetővé tették a fajlagos szénfogyasztás csökkentését, egyben az elegymozgatás rendkívüli meggyorsítását és a kocsiforduló idejének nagy arányú csökkentését. A forgalmi és a vontatási személyzet jó együttműködése szükséges ahhoz, hogy a fontos irányvonatok a rendkívüli áthaladásra bejárat előtt kapjanak jelzést. Ami időben is és szénfogyasztásban is jelentős megtakarítást eredményez. Minden út előtt és után ellenőrizni kell a mozdony szikrafogó berendezését. Mert a kéményből a szabadba jutó szikrák nagy károkat okozhatnak. Ezért, ha a mozdony tűzveszélyes helyek mellett halad, szigorúan be kell tartani az óvó rendszabályokat és a gép kezelésére vonatkozó utasításokat. Útról honos fűtőházába visszatérő gőzmozdony
személyzete, mielőtt a mozdonykínbe beállítaná, üzemanyaggal gondosan kiszereli. Mindenek előtt kiegészítik a víz és tén készletet. Mozdonyvezető és fűtő sohasem mulasztja el megvizsgálni a szénkeverék minőségét és mennyiségét. Ugyanakkor pótolják a tapadás növelésére, illetőleg a kerékcsúszás meggátlásához szükséges száraz, durva szemcsés, tiszta folyami homokot. Induló és forduló állomások fűtőházaiban, az arra kijelölt helyen a mozdony kazánját magas vízállás és alacsony gőznyomás mellett le kell fúvatni. Ha víztisztító cellás rendszerű, akkor a lefúvatást ott kell kezdeni. Egyébként a poszkazán előső lefúvató házoljánál. Előről hátrafelé haladva kell a többi lefúvató házót működtetni úgy, hogy a víz szintje a kazánban a megengedett legalacsonyabb vízállás között maradjon. Ezután kiegészítik a terkocsi vízkészletét. A vízdarut használat után szabványos állásba kell rögzíteni. Út után járó olajmennyiséggel a kenőpréseket feltöltjük. Összegyűlt fernyét a füstszekrényből gondosan el kell távolítani, mert különben az alsó tűzcsövek könnyen elrakulnak. De nem csak a füstszekrényből, hanem a füstszekrény ajtó és a védlemez közül is el kell távolítani a fernyét. Erre azért van szükség, nehogy a füstszekrény ajtó kilágyuljon és megvetemedjék. A tűzcsövek tisztán tartása a széntakarékosság egyik fontos tényezője. Egy milliméteres koromréteg 10%-os tüzelőanyagveszteséget okoz. Az alsó tűzcsövek elrakódását a tűzcsövek áttúrásával kell megakadályozni. Egy elmulasztott főfúvatás nagyobb mozdonynál legalább 4-5 mázsa szénveszteséget jelenthet. Mozdony személyzet mozdonyát hazaérkezés után átvizsgálja, mégpedig épp olyan gondosan és részletesen, mint az indulás előtt. Csak a vizsgálat befejezése után adja át a mozdonyvezető a mozdonyt az előfűzőnek. A szocializmus építésében a vasút dolgozóinak nagy feladatokat kellett, és kell a jövőben is megoldani.
élőkön legjobbjaikkal, a sztahanovistákkal, a párt által mutatott úton, a Szovjetunió szocialista vasutasainak ragyogó példái nyomán napról napra viszik előre a vasút dolgozói azokat a mozgalmakat, amelyek révén felemelt 5 éves tervünk sikeréhez nagy mértékben hozzájárul. Thank you.